Na, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Mafia Definitive Edition végigjátszása. Nem olyan túl sokan, de néhányan szeretitek ezt a gameplayt, sorozatot, és én meg nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen szeretnék vele játszani. Na, nézzük meg, mik vannak itt egyébként, mi az ott egy kép. Oda nézzetek, komoly, de jó, ilyen, tök ilyen családias hangulat, mi? Hát az a csávó már kiesett. Mondjuk a feleségünket nem láttam nagyon régóta. Az egyetlen nőt lecsaptuk, mi? De jó, de durva. Na, mi, itt van egy dobott cigi. Mi az Lucky Strike? Ja nem, ez új is cigaretta kártyák. Feliz Pepone. Na jó, menjünk akkor. Elvileg a valami szerencsétlen, vagy szerencsés Sergio, vagy mi a túrót, azt a mázlista embert kellene kinyírnunk. Na, valami új járművet szerzek, aztán megyünk, jó gyerekek? Elvileg fel kell robbantani. Menjünk a motorral, gyerekek? Menjünk motorral! Merre kell? Balra. Szuper! Alig várom, haladjak ezzel a küldetés sorozattal. Jó, elmegyünk a csávóhoz, azt elvileg fel kell robbantanunk, pokolgépet kell elhelyezni az autója alá, és akkor felrobban, és akkor végre megszabadulunk még egy ellenségtől. Morelli család, nem tudom, annyi ilyen olasz filmben, annyi fajta olasz név volt, mindenféle mafiózó, meg már nagyon keverem egyébként. Morelli szerű valami, ugye? Jó, veressük neki, gyerekek, viszik a bálákat, figyeld el, vagy mi ez? Ezek bálák konkrétan. Mi a francot csinálnak bálákkal itt? Na, okosban menjünk, mert itt van egy rendőr. Mit csinálnak a bálákkal itt, gyerekek? Tudom elképzelni. Viszont ez a motorozás, ez nagyon-nagyon tetszik nekem, gyerekek. Sontúfék. Lehet ilyen power slide-olni egy kicsit. Rendőrautó, pont a rendőrautó, jó van, nem arra megy. Figyeljetek, gyerekek, várjál! Nagyon adta a gyerekek, nagyon huligánok voltunk! Jaj, hallod, pont a rendőr előtt csináltam egy izét. Ott volt egy gyalogos rendőr. Egy ilyen Mad Max konyart. De ez jó volt. Jaj, nagyon élem. Bírom ezt a motorozást. Tök jó, hogy ez belekerült, ugye? Hát technikailag nem megoldható volt a Mafia 1-be, ott azért a fizika teljesen máshogy működött. Itt már az utolsó vödörnek is kifinomult a fizikája van, mint egy autónak például. Hoppá, rendőr. Na, hál' Isten, azért. Száguldod a motoros, az édesanyád valami, az nem vagytok? Száguldod az autósok vannak, itt nem száguldod a motoros. Álljak meg ott, itt áll a köcsém. Itt áll vagy etté? Mindjárt telefonálok egyet, följelentem. De biztos úr, jelvész szállva tekérhetem? Na, így, de micsoda egy idő. Pattanásos képű újjönc az gyerekek. Jó. Megrugadtam, csak azért is. Engem nem tudnak kordába tartani. Erről mindig ez a poén jut eszembe, hogy miért készült el a ugye ez a Reptér című szám, mert Gyuri bácsit nem tudták kordába tartani. Itt egy power slide-os susztatása! Gyerekek! Nagyon adja! Hoppá, majdnem rámentem a néninek a rábi ujjára. Megjöttünk. Na, ide kellett jönni. Maradj csendben, ne kelts feltűnést a környéken. Jó, az. Akkor nem a Harley-be jöttem volna. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through it? Ja, de ott egy testőr. Ott van testőr, gyerekek, várja. Okosban meg vagyunk, átmegyünk szépen az úttesten, ahogy kell. Jó.
damage. Oh yeah, hát ne vicceljetek gyerekek, annyira tudja a Reaper, hogy hogyan kell itt lopózni, lopozkodni Sergiónak a verdáját. Oh, ne futkozzál a gyerek, nézd fel a szminket, nem csávó. Lopakodjunk. Mintha mi se történt volna a gyerekek. Pap is ügyön ki a templomból, mintha mi se történne. Na, jó. Várakozz a telefonfülkébe, jó van, oké. Okay. Hát az, hogyha azt mondjátok, hogy a telefonfülkébe várakozz, most... Na, mi a? Yeah, I'll be home before supper. Fölhívtuk az asszony, gyerekek, hát már miért ne? Maybe you drop the kid off at your pop's place. Ojaj. Yeah, I'm still here. Ojaj. Hát ez nem volt barát, a gyerekek, kinyírtunk egy nőt a pal. Ne vicceljük. Még a telefonfülkének a üvege is kitörött a pal, nem? Látjátok, itt a felső rész nincs meg. A másik város másik felén van egy étteremben. Jó, menjünk, de ez nem tett jót a lelkünknek, úgy érzem. Most jó, egy kicsit elhumorizáltam, tudom, de azért ez elég csúf lehet. Ugye azért egy... Hoppá, jönnek a rendőrök. Hát azt akarom mondani, hogy mégiscsak egy... Jó, a gangsterek vagyunk, de ugye egy... Jó lelkű... Taxisofőr. De nézzétek, halljátok, új... Most nem mondod, hogy változnak a járműveknek a felépítése. A taxik nem úgy néznek ki, mint régen. Nem ugyanazok a taxik voltak, gyerekek. Jó, tudom, rossz fele jöttem, de itt majd esőből nyomok itt. Annyira meglepődte vettük. Vigyázzatok vele, jövök. Még jó helyre is jöttem. Nézd meg, a taxik nem ugyanazok, hanem ma újabb fajta taxik vannak. Ugye változik az idő, eltelt vagy mit tudom, 8 év. Na, itt meg akkor nyakon kell verni valakit. Itt van a csávó, akit kinyírtunk véletlenül. Már itt a nőjén gondolom. You okay? Yeah, this is a car bomb. Things went south. We could draw about it later. Right now we gotta get that bastard. Let's go. Well, let's go. Most ugyanazt csináljuk, mint velünk csináltak az étteremben. Egyébként tök durva, hogy ugyanazokat rossz büntetteket tesszük, mint amiket ellenünk tettek, és mi sem vagyunk különbebbek. Értitek, hogy mi a sugallata ennek az egésznek? Tök ugyanazokat csináljuk mi. Ugyanúgy üldöztünk embert, megöltünk, mint ahogy minket üldöztek, csak ő elmenekült. Jó, hogy nincsenek 200, mi? Mennyire haver? Ferike mondta, hogy megölnének ilyen izébe, FPS játékban érzették, hogy leszedtem a csávókat. Azt se tudták, hogy merre vagy nyolc kalács. Na. Sergio meglép, de szerintem figyeljük, mert itt homlokon vágnak minket, tudja, hogy lesz még valami köcsög. Ezt utálom ebbe a gépfegyver, bazze. Konkrétan. Nem tudom fölfogni, hogy hogy a francban van az, hogy... Get me out of here! Oh.
Megszökött. Mi vagyunk a tökös gyerekek, de szerintem kezdünk szétcsúszni így. Elég rendesen, nem? Srácok. Megyünk ám az a Harley-vel? Az egyenleg egy Harley utánzat, hogy H betű nem lehet menni maradj. Ugyan nincsenek licenszelve járművek. A gyereket szétlövő... Nem tudok lőni. Nincs a kézi fegyverem. Nem tudok, vagy motoron abszolút nem tudsz lőni? Ibaza. Finomána csin! Easy Rider! Egyébként úgy csapja a seggét ez a motor, baró jó. Bak! Ez... imádom ezt a játékot. Tényleg Ati... Erdély származású név... Jaj, ne! Nagyon elment! Menjünk már! Szerintem nem kéne nagyon lemaradni. Viszont nem tudok rá lőni, úgyhogy annyi elő... Es, legalább nem kell nagyon közel menni. Hoppá, mi történik? Üldözzük, menjünk! Úristen, pont utolértük. Ezek a izéjék, most mit csinálsz ember? Ezek a Paulék voltak, utolértek, de mi volt ez? Azt a betyár gyerekek! Ez nem egyszerű, nagyon kell figyelni, mert az a baj, hogyha elszállunk, akkor ezek... Lemaradunk és ott mi van itt? Baleset gyerekek, a létszek röpködnek. Egy nyerges vontató volt. Az nagyon parászna! De alig volt hely. Nyerges vontató volt. Vagy nyerges vontató a játékban gyerekek, kis szövi trailer is. Ú, de nagyon megyünk, alud nagyon para. Jó, látjátok ezt így, hogy be? Mi a franc van itt? Útépítés. Jó van, jó vagyunk eddig. Jó. Mi történik itt? Izé van. Gyerekek, izé volt. Strike. Jaj. Azt felmenti, ugye. Új! Nem mondott, hogy ezek lőnek ránk. De majdnem leszettek a motorról. Baj. A rohadt életbe. Végén még én menekülök. Hát de jó, oda csaptak nekem. Most mi van? Üldözöm, üldözném. Nem tudok rálőni, várja. Mi az? Mi az, hogy Sergio elmenekült? Hát itt tényleg. Hát ez volt az. Vagy mi kirakták út közben? Vagy mi volt ez, gyerekek? Mi volt ez? Ez valami bug volt? Ennyi a francba hallod, én ezt nem értem. De most már az egész úton meg menjek végig, és az a lényeg, közelebb nem menjünk hozzá, hogy gyerekek, mert ezek lőnek, mint az Isten gyila. Itt a fiú! Azt a betyár úristen! Hát egy kicsit leugrottam a motorról. Te szerencsés barom, hát az, nem mi vagyunk, úgy látom most ebben a történetben. Apám, gyerekek! Hát hol volt a Sergio? Hát neki ment az oszlopnak, ott rugatták a Verne. Kitették ezt közben, vagy mi volt? Nem figyeltem, bazze. Megőrülsz! Na. Jó, küldjük neki. Úgy látom, hogy egyébként szkripten vannak az események. Azt, ez mit csinál ez a taxis? Ez mondjuk nem volt itt az előtt. Jó, lülje, de aztán bemet ki még ráadásul, nem, nincs elég bajom az. Üldözgethetem itt ezeket. Ez a taxi, az köllekem ide. Itt kijön keresztbe az autó, igen. Úgyhogy ez kb. Ugyanúgy történnek az események, ilyet betanulhatom. Scriptelve van, úgymond, ugye? Mennyi az út, bú! És itt jönnek meg a Paulék, de mi a szar van velük? Lőd őket szem, Paul meg a szem. Erre meg le vannak rázódva. Most mi van, gyerekek? Kifogyott az üzemanyag, vagy mi a szar?
De szórakozzál, bazzak, keresztbe jönnek, ez volt eddig. Nehéz, nehéz, gyerekek, nehéz. Főleg ugye ezzel a szimulációs irányítással. Gyerekek, gyorsabb, nagyobb sebességre így belezeg a motor alatt. Várjátok, próbáljuk meg válsúra venni. Jó. Oké. Okay. Hát figyeljük, hogy hol van. De figyelj, szerintem egyébként oda mutatottak a térkép. Oh, de már ezek a motor, erről beszéltem, és nem is megyek olyan marra gyorsan. Szűkebb forduljunk. Vigyázzál! Itt van az idő. Buli. Vigyázzatok! Aha, ezelőtt szerintem ez bebugolt. Ez nem az én hibámból volt, mert ezelőtt nem tudott megfordulni a vigyázat. Látjátok? És most jó, most megyünk tovább. Ezelőtt itt bebugolt, és ő azt írta, hogy én csüszöm el, közben ott állt a belette. De szerintem neki durrantottak valami oszloptak, vagy nem tudom, megkergültek. Ne! Hallod, úgy becitálhattad ez a motor, hogy nem alig tudod megfogni. Mi a szar, miért rezeg ez a motor ennyire be? Menjünk alé, menjünk! Mi van itt? Hol megy? Ó, te fiú! Vigyázzatok, gyerekek, érkezek! Jó van, szerintem még egy kikötő, vagy mi van itt? Te úristen, ez egy nehéz küldetés volt, gyerekek! Imádom ezt a játékot! Hogy jövünk? Hát nem kis pajasztunk, gyerekek. Ó, még mindig nem üdvöltük meg. Na várjál, majd müst. Müst. Itt fel emelkült a bango. Na várjátok ezeket. Szépen leszedjük. Ó, bekaptuk. Na. Durva, ugye nem nyomkodhatod folyamatosan tárdás, mert hát az se megoldás. Van egy mesterlövészünk-e? Hát ezzel nem kell találni, na. Nem tudjuk inkább pisztolyjal. Gránátot, bazzak, gránátotok. Na most ez tök jó. Hát ezzel próbálom, nem tudom. Meg volt, bazzer, meg volt! Ne! Amikor tárazott, meg akkor szedtem le, jó volt. Nincs semmi HP-m. Van kettő köcsög még itt valahol. Az a baj, ezeket szétlövik, ezekkel vigyázni kell, ezekkel a fedezékekkel. Fofedezékeket úgy szétlövik, csak úgy zuhanik. Jöcsém! Be is kaptam a találatot, nem baj. Ugye nagyon minimálról visszatöltődik a HP-d, igazából annyi, hogy még egy lövést talán bekapsz annyi. Addig kibírod. Egyébként a pisztolyjal én jobban el vagyok. Látok ellenfelet. És nincs semmi idő, semmi.
Ujjjj, azok meg onnan jönnek szerintem ma. Mesterlövész, ne jöjjön még, mert megőrülök akkor. Hát van a hülye. Találtam. Hát, valahogy át kéne jutni. Ú, bazza. Olyan marha jól céloznak gyerekek, hogy azt én föl sem foghatom. És hogyan tudnak ezek ilyen jól lőni. Azon gondolkodok, hogy fölmehetnék a mesterlövész puskáért. Föl tudok? Valahogy. Hol a mester? Jó, még följebb? Ú, ez elég veszélyes fölmenni itt. Nem tudok följebb menni? Nem bazza. Jó, szétlőtték a... Ennyit a fedelékről, bazzák! Igen, nyílnom bazzák, mert baj van. Azt a rohadt életben, nincs fedelék itt fönt. És a mesterlövész puska hoz anyjába van. A francba még mindig nem volt meg. Most végre. Ha majdnem megöltek. Ott voltam, valahol pattogtatnak rám, állítom. És nincs meg a mesterlövész puska. Esküszöm, innen lőtte be a csávot. Akkor hogyan? Leeshetett? Na majd mindjárt megnézzük. Se HP, se semmi, báze. Jó. Menjünk ezzel. Hát, hogyha nagyon rám rontanak, akkor talán jobb ez. Ja, nem esett le ide a mesterlövész puska? Nincsen itt, érted? Érdekes, hogy mivel lövöldözött. Nagy Sergiót megszökni, jó. Annyit éred a fegyver, mint is semmit, bazza. Semmit nem éred a fegyver, gyereke. Se nem sebez, se nem céloz, mi nem lehet vele. Egy kaki matyi fegyver. Egy darab lőszerném van, de csak tárolunk. Oh, mi van itt? Ajándék a Keepernek. Valaki egyik gameplay-em alá azt írta, hogy az mekkora gáz, hogy én egy harmadik szám egy harmadik személyben beszélek magamról, tehát hogy így, mint ahogy most mondtam, hogy jaj, ez öröm a Keepernek, hát basszus, ez csak egy poén. Mert hogy az nagyképű dolog, hát szerintem ez nem nagyképű dolog. Jó, gyerekek, már egész jól állunk. Egész jól áll a Keeper, de most ez, de tényleg nem értem, mi baj van. Na, nincs mesterlövész, se semmi. Érdekes. Ja, vannak csávók. Ja.
Buzi. Hogy van fönn ott a tetőn is egyébként. Gyerekek, ez a fegyver, hú de tudom mutálni te. Hogy van fönn egy, jó. Mi még ugye azért, hogy fedezékben van? Szintén mesterbe vész. Szintén fölmegyek, lehet, hogy nem lesz ott a fegyve. Lehet, hogy gyorsan kellene fölmennem, nem? Fölmegyünk, megnézzük. Hátha. De jó lenne. Csak erre meg lehet, hogy nem lehet fölmenni. Aha, nem lehet fölmenni. Nem van barikádozva, legalábbis innen. Jó, nem baj, menjünk tovább. Nem láttok buzikat? Most nem. Be lehet venni abba a vonatba, megnézem, mi... Mi baze? Ez mász már föl, baze, nem mászik föl. Ajjaj! Pattogtat a buzi. Vagytok még köcsögök? Elvileg van egy ott valahol még. Az is súran erre. Meghaltam, nem mondod, hogy meghaltam, bazze! Remélem, hogy itt ott a checkpointtól jövünk. Egyébként ennél rosszabb fedezék nincs, mert hiába bújjak be, ez meg egy oldalról ugye. Megcsapnak mind a szart. Jó, gyerekek. Jó, nem baj. Semmi gond, no problém. De legalább nagyobb lesz a sikerélmény, hogy nehéz eljátszunk ugye. Jó, mert innen kezdjük. És jó, mert itt meg el tudok bújni normálisan. Ez problémás volt az a hely. Én is pont arra gondoltam, hogy dobok egy ilyen szar. Erre meg hideg rohadt. Jó, egyből dobjuk gyerekek erre a sarokra, ide a daru alá, azt akkor talán valami lesz. Bocs csávók, hogy itten ez szemre képer, de erre nem gondoltam, hogy ezt ide dobják. De semmi baj, nincs semmi baj, jó ez. Ne töltsön sokáig, mert akkor kifagy, ugye? Pótoljálom, csak azért. Az ide fogja dobni, akkor futáson. Mi van ma? Jó. Egy még van ott a távolba, ott bókockodik. Sém. Mennyi HP-n maradt mi? Tele vagyok, mint egy őri busz gyerekek. Nem mondod. Ennyi az ezt össze? Jó lesz.
Ó, te fiú! És van egy master lövészünk fönn. Az a baj, szerintem egy húzással elő akar. Csak ha kijönnek a fedezékbe, akkor akarok lőni nagyon, mert nincs lőszerem például, ugye. Ezt mondtam, egy lövésre miért nem viszont? Megőrülök! És ekkora célkeresztje van ennek a nyomorult pisztolynak, érted? Mint egy 5 forintos, az izei meg akkora, mint egy tyúkszar a csávónak a feje. Ugye akkora szórása van, az a baj. Na jó, újra. Mi a szitu itt? Legalább nyírtam volna ki egyet ezzel is. Nem csináltam meg. Hol vagytok? Hát, komolyan mondom. Ugye nehéz magas nehézségi fokozat egyik hátránya, hogy sok HP-juk van. Meg nagyon csöveznek. Végre eltaláltam egyet, apám. Még van egy buzi, ott jön. És ez mind talál? Állítom, a fején volt egy luk a csávónak. Mármint mielőtt lelőttem. Azt megnézem, baze, de annak a csávónak volt már a fején egy luk, miért lelőttem. Hol van, baze? És akkor miért nem lehetett megoldani, hogy meghalljon, vagy valami? Ide ne lásson rám, mesterlövész, egyelőre. Az lenne jó. Végre. Na kettő van, van egy itt alul, meg van egy mesterlövész, ugye? Mesterlövész az cink, mert az lelő egy lövéssel, ha úgy van. Ide állok, így a... ne lásson a mesterlövész rám. Valahogy, így. Még feltölt a HP. És elvileg nem látom mesterlövészt találni. Persze én belelövök egy kazolla, érted? Sose veszi. Jó, megvan. Hát most kéne egy mentés, bazd a gyerekek. Jó, 32-ről 15-re le... tarasztam, de hülye voltam. Na, nézzük, mi van neki. Ne! Viszont fejbelő, bácsak, átúrod! Hallod, instant! Vértizzadok, bácsak. Komolyan mondom, megvarulok. Egy kicsit, egy checkpointtel odébb kéne jutnunk. Legalább az történjen már meg, várjál már. Hát, bácsak, nem hiszem el. Mindjárt rage lesz. És hol vagytok? Hol vannak, gazda? Jó lenne egy helyen lennének, azt tudod dobni egy molotovot. Nem jó.
A gyerekek, egy ülvése olyat rámver, hogy majdnem megdöglök. Én meg kilót belőlök, gyerekek. Ez olyan szépen lebújt, hogy ez őrület. Kibújok, akkor meg biztos... Aha, gondoltam, hogy akkor... Gyere ki onnan! Jó. Aztán most egy kis nyugi várja. Megnézzük, nincs-e itt valami élet, vagy valami... Ja, itt valami, csak valami achievement-es kele... gyűjthető hülyeség van. Nincs HP sehol, úgyhogy ez nem jó. Meg már lőszerem se nagyon van. Az a baj, ha oda megyek kapál. De miért? Nem tudom, nem értem nagyon, de jó. Úgy nem volt annyira rossz ez a projekt, csak elvasztam. Jó, a mesterlövészt nagyon vigyázzuk, azt próbáljuk meg úgy állni, hogy ne tudjon meglőni. Egy. Hogy ott látni fönt a mesterlövészt, ezt próbálom egy oszlopok közé rakni. Jó. A mesterlövész pont rám lát. Jó, most jöhet a mesterlövész. Már csak az van, gyerekek. Nem tudnék feldobni, de maradt havat neki. Hát így nem látom pont, de... Úrra, hogy rohagy meg. Jó. Amikor táraz, gyerekek. De ő is fog táradni. Jó. Lőj. 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 Hülye. Böszme. Rohadt életbe, gyerekek. Nem mondod már megint. Ha megint idejét, megint kiabáltak. Meg kéne jönnöm a checkpointot, mert különben itt be fogok állni már nagyon. Jó. És meghalok. Gyerekek, ez mind talált? Ez az összes... Közel... Az összes lövésem talált. Ah.
És mi? Annyit bele kell lőni, úristen, és ugye plusz lőszer nincsen, nuku. Hát kellene cserélnem legalább a Tommy Gunra, hát ezzel sem megyek sokra. Viszont volt itt Tommy Gun. Viszont... Itt van a... Közelre jó lenne... Ah, van itt 16. Közelre jó lenne a sörétes. De... Távolra nagyon rossz, úgyhogy az meg az a gond vele. Na... Itt is van benne HP. Gyanús nekem ez. Merre, hogyan, mikor támadtak? Baza. Na, azt sem tudod, merre támadnak, az a legjobb. Nem? Gyerekek. Ez mekkora buli, ott a lőszer, meg minden. Azt a becsát. Ahogy a francba került azért a gyerekek. De jó, nagyon jó. Imádlak benneteket, hogy megint egy kozol ideje. Ezt arra pályáztatok. Bazen nem robbant fel meg semmit. Biztosra mentünk. Az jó volt. Ez is jó volt. Ez is jó volt. Mert egy tározás. Ugye kellett jönnöm, az hol van? Oda fel. Na, szerintem Tommy Gunn-ra megyünk. Mi történt? Mit csináltam? Ah, elindítottam valami vonatot? Az jó buli lesz biztos. Ja, mert itt tudunk bejutni, aha. Itt tudunk bejutni. A hangárba. Szerintem menjünk fel ezekbe, maradj gyorsan. Valakik nyugtalankodnak, gyerekek. Megjöttem, barátaim! Szép álmokat neked! Rossz fedezék volt! Ugyanaz volt a gondolatunk, basz! Most egész jól élem. És annyira nem. Azt nem élem, hogy tényleg 5000-et bele kell lőni. Csávokba. Nem szeretnék, annak a gőznek nem mertem neki menni. Oh. És mi, ki ment? Nem basszalán, ki ment. Beck Sorostovsky ment? De jó buli.
Úristen. You just winged me, asshole. You think you're the guy who's gonna kill me? Nehogy már nem öljük meg. Szerencsés a csávó neve, ugye? What did I tell you? No one can touch me. You ain't that lucky, bastard. Wait. No! Hát mi nagyon köcsögök vagyunk, gyerekek. Hú, de jó volt ez a vágás. Fordulva. Ja, jó volt. Hát ezt megcsináltuk, gyerekek. Ezt megcsináltuk. Jó hosszú küldetés volt. Milyen hosszúak az egyik hosszú fejezetek, gyerekek. Sokszor más játékokban egy egész. Cream de la cream, ez mi? It was chaos for weeks. Our guys against their guys, and Morello gone to ground. But a boss can't stay hidden forever. For a Don to be feared, he's gotta be seen. Finally, word came through that he was gonna break cover. No, Morellót akarják kinyírni? Taking a show like there's not a war on, we'll meet him in the streets. We do him like this. We wait outside the theater. De durva, hogy az a térkép, vagy az a térkép, amit mi is használom. Halls will start coming out. That's when we hit Morello and his guerrillas. In a crowd. Before they see us coming. The theater is going to be packed. And not just with saps. There's a good chance the mayor, maybe even the chief, might be there too. That's the goddamn point, Tom. We kill Morello in public. In front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salieri and his boys, you're dead. Okay, boss. Az ma, nagyon-nagyon ez nem lesz egy egyszerű dolog. Ez nem az utolsó küldetés, az gyerekek. Mi csinál a tetoválás van a csávóra? Vincenzónak. And then you light him up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it. Sure, boss. Ez kevés lesz szerintem. Szállj be egy autó, vagy az autóba. Figyelj, srácok, szerintem elbúcsúzom, és a következő részben csináljuk ezt meg. Hát gyanítom, hogy ez nem fog összejönni. Nem tudom, nem hiszem, hogy azt meg tudjuk ölni. Nem emlékszem már rá. Morello ma este meghal. Na, sziasztok!